információt kaptunk arról, hogy az itt lévő telket az önkormányzat a kisebbségi önkormányzat részére ingyen adományozta, polgármesteri döntés alapján. Kíváncsiak lennénk arról, hogy az itt lévők tudnak-e erről, továbbá információjuk van-e arról, hogy mivel jár ez az ő részükre, mennyibe fog megváltozni a hétvégi és a hétköznapi életük, életvitelük, mennyire fog ez zajjal járni, mivel egy kulturális központot terveznek ide építeni. A tervezett építkezés körül lévő ingatlanok körülbelül 50-100 milliós értéket képviselnek. Feltehetjük a kérdést joggal, hogy fognak-e az építkezés után is ennyit érni majd ezek az ingatlanok. Nézzünk körül, ha már itt vagyunk, a kulturális központ tervezett helyén. Láthatjuk azt, hogy egy illegális szemét lelakással épített domb terül el. A kulturális központ helye, ez jelenleg egy gödör. Már csak reménykedni tudunk abba, és ezzel egyúttal feltesszük az önkormányzatnak a kérdést, hogy ezt a szemetet eltakarítja-e innen, vagy ezzel a szeméttel fogja feltölteni és letömöríteni a kulturális központ alapját.